újabb fesztivállal folytatjuk, de most a zenei, illetve a filmfesztiválok után a gasztronómia felé vesztük az irányt. Így bizony, ugyanis június első hétvégén rendezik meg a Gourmet Fesztivált. Vendégünk a témában Csillag Rihárd és Nemes Rihárd. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok! Idén a fesztivál tematikája úgy szól, hogy új generáció. Mit akar tulajdonképpen ez a tematika, és ez hogyan köszön majd vissza a fesztivál folyamán? Ezt röviden elmondanám előtte, hogy ez olyan szempontból rendhagyó téma, hogy az elmúlt 10 évben jellemzően alapanyagokat, alapanyagpárokat, vagy konkrét ételeket választottunk tematikául, hiszen logikus egy gasztronómiai fesztivál esetében, de tavaly először egy picit elfordultunk a klasszikus témáktól, és akkor az örökség volt a téma, és azt láttuk, hogy ez nagyon jól működött, és már azt is láttuk a tavalyi fesztiválon, hogy mi lesz a következő év, az az idei évnek a témája, hiszen jól láthatóvá vált már egy új generáció, aki helyet kér magának, és mi azt gondoltuk, hogy ezt most kell elcsípni, és ne várjunk vele, és most tegyünk rá fókuszt. Úgyhogy így lyukadtunk ki a fiataloknál és az új generációnál az idei fesztivál tematikája kapcsán. Ricsi, te egy balatoni séf, Balatonon vagy, balatoni étterem séfje vagy, és nagyon tudatosan odafigyeltek a fenntarthatóságra, de ez a gyakorlatban mit jelent pontosan? Igen, mi nagyon durván odafigyelünk rá, komposztálunk, csak termelőkkel dolgozunk együtt, és maga az étterem nevében is benne van, hogy egy 47 kilométeres körből próbáljuk meg beszerezni ezt az összeset, és nose-to-tail kompóciót csinálunk, szóval, hogy az orrtól a farokig mindent felhasználunk, ami szembe jön. Hogyha megnézzük egy kicsit a mostani gasztronómiai trendeket, akkor mik azok a vonalak, amiket most ez az emlegetett fiatal generáció behozott a magyar gasztronómiába, akár ez a fenntarthatóság is egy ilyen szempont lehet? Hogyha kezdtettem én azt gondolom, hogy igen, épp itt volt az ideje, de ide sorolnám azt is, ami már évek óta a levegőben van, tehát nem annyira újdonság, de hogy egyre jobban kibontakozóban van a lokalitás, amit Ricsi is említett, hogy a szezonalitás, amit egyre jobban látunk, akár ugye ma lepleztük le a fesztivál teljes menüjét, amit ugye körülbelül 60-70 kiállító ad össze, ez majdnem egy 200 ételből álló menü, és ezt bogarászva átnézve is jól látható az, hogy a lokalitás, a szezonalitás nagyon fontos, vagy akár a tradíciókhoz való olyan visszanyúlás, ami egy picit modernizálja, egy modern köntösbe teszi ezeket, de Ricsi, te is biztos ehhez még hozzá tudsz tenni valamit. Hát nekem az a véleményem, hogy azért régen, hogyha bárki csinált, szóval, hogy az öt borsót pörkölt el, vagy bármivel, azért mert nem megvetették néha, hogy valamiért az embereket így régen. De most már szabadon lehet kísérletezni, és sokkal nagyobb tudástárhoz lehet hozzájutni, külföldről is akár. Így. És hogy látjátok, a fiatalok egyébként mennyire nyitottak az étel különlegességek iránt? Hát én azt láttam az előző években is, hogy sokkal rugalmasabbak és nyitottabbak, mint a saját korosztályom, vagy az idősebb korosztály. Nyilván ez a egyéb korszellemmel is mondhatni, így talán összefügg, és ez tehát nem csak a séfek oldalán, de ez a vendég oldalon is jól megmutatkozik. Ugyanakkor a nyitottság és a rugalmasság mellett van egy erős tudatosság is, ami talán benneteket sem lep meg. Érdekli a fiatalokat az, hogy ez honnan van, hogy készült, miből van, hogyan került ide. Szerintem ezek egyre fontosabb szempontok, amit a fiatalok hoznak be egyre inkább. Ugye Ricsi kiállítóként is jelen lesz majd a fesztiválon, de rajta kívül a teljesség igénye nélkül kikkel lehet majd találkozni még? Hát ez 10 perc elég, hogy felsoroljam, de talán annyit mondanék, hogy 100 kiállítónk van, ennek a fele étterem. Ezen felül van körülbelül egy tucatnyi cukrászda, egyéb alternatív vendéglátóhelyek, tehát street food például, vagy pop-up helyek, és azért van egy jó erős 20-30 kiállítónk, akik itallal, borral, sörrel, pálinkával, pezsgővel készülnek. Az éttermekkel van, nyilván a hangsúlyok adják az eszenciát a Gourmet Fesztiválnak. Itt elég erős idén a vidéki éttermi felhozatal, ez azért is fontos, mert azért a látogatók jó része azért fővárosi, és nekik különösen jó lehetőség arra, hogy 1000 kilométerek helyett pár kilométer sétával bejárják az országot gasztronómia tekintetében, de azért természetesen a top éttermek sem hiányozhatnak a fővárosból. És Ricsi, te milyen ételkülönlegességekkel készülsz majd? Mi készülünk teljesen egy ilyen vegán étellel, mindenmentes, egy sült pakcsolja, a burgonya velutéval, sült élesztővel és egy kis medvagyma terméssel. Lesz egy bivaj hortobágyi, ami a bivaj hús teljesen bió, és ehhez adunk egy vargányászószt, desszertnek meg egy kecskorda gombócot adunk eperrel, és ezt mind a termőktől szerveztük be.
Szóval lehet, hogy keves lesz nálunk az adag, mert azért a termelők nem nagyba tolják. Nagyon szépen köszönjük, nagyon hogy itt hangzott. Voltatok. Én nagyon szívesen megkóstolnám. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és sok sikert kívánok. Köszönjük, várunk benneteket is szeretettel.